reggeli füstjelek. Jó gondolkodást kívánok! Ugye, ha emlékeztek, még az előző alkalommal arról beszéltünk, hogy miért hagyjuk abba a panaszkodást, tehát az okozatot, az okot próbáltuk megkeresni, és azzal zártuk azt a gondolatmenetet, hogy muszáj arról is beszélni, hogy oké, hogy mi az ok, tudjuk, nagyon fontos, de hogy hogyan lépjünk ki ebből a mocsárból, ebből az örvényből. Na, erről szeretnék röviden a mai alkalommal beszélni, és talán az első gondolat, mert nyilvánvalóan mindannyian gondolkozunk ezen. És azt hiszem, hogy a legtöbb embernek az első gondolata, egyébként azt mondom, hogy jogosan, az a hála. Hogyan hagyjuk abba a panaszkodást? Hát ne panaszkodjunk, hanem legyünk hálásak. És valóban a panaszkodásnak az egyik ellentéte az a hála és a hálás lelkület, hogy hálásan tekintek az életem eseményeire, vagy észreveszem azokat a jókat az életembe, még hogyha rossz dolgok is történnek, vagy éppen van egy rossz periódus, de belekapaszkodok abba, hogy azért van miért hálát adnom. És hogy igen, ez igaz, és nagyon fontos, nagyon jó gyógyír a hála a panaszkodásra. Én a hálát egyébként a szeretet egyik legmagasabb megnyilatkozásának tartom, és nagyon-nagyon sok mindent be tud gyógyítani a hála. De azt mondani egy panaszkodó embernek, hogy hagyd abba a panaszkodást, és legyél hálás, tehát érezzük, hogy itt ez nem egy ilyen éles váltás. Ez körülbelül olyan, mint egy depressziósnak azt mondani, hogy kelj már fel, és örüljél, mert süt a nap. Hát tudom, hogy süt a nap, és pont az a bajom, hogy tudom, hogy örülnöm kellene, de nem tudok. Tehát, hogy valami, mielőtt még a hála eluralkodhatna rajtunk, ott még valami történik. És azt hiszem, hogy itt van a titok, és titok. Tehát itt van valami elásva, ami a hála előtt történik a lelkünkben, ami zajlik a lelkünkben. És ahogy úgy gondolkoztam ezen, én arra jutottam, hogy ez nem más, mint az elfogadás. De nem az a dacos elfogadása a dolgoknak, amit az kényszerít ki belőlünk, hogy egyszerűen látjuk, hogy mi a valóság, látjuk, hogy mi történik, és mint egy vallomást így kikényszerít belőlünk maga a valóság, hogy hát ez történt, nem tudok vele mit csinálni. De érzitek, hogy amikor így reagálunk, hogy úgyse tudok vele mit csinálni, akkor abban nincsen békesség. Abban még lázadás van, abban az akaratunk nem nyugodott bele, csak a körülmények és a valóság megmásíthatatlansága egyszerűen kikényszerített belőlünk egy ilyen vallomást, hogy úgyse tudok vele mit csinálni. De ettől még az akaratom nem tudta ezt elfogadni, és még lázadok az adott helyzet ellen. Tipikus példa, amikor mondjuk valamilyen veszteség ér bennünket, akár anyagi, akár elveszítünk valakit szó szerint, egy hozzánk közel álló valakit, meglopnak bennünket. Sajnos ugye ez együtt jár az emberi élettel, és tudom, hogy tudjátok, hogy mit érzünk ilyenkor, hogy rettenetes ez az érzés, amikor veszteség ér bennünket, és azt mondjuk, vagy nem mondjuk ki magunkban, de az a lelkület jár át bennünket, hogy nem így kellett volna történnie. Tehát amíg ez uralkodik a lelkünkben, hogy nem így kellett volna történnie, de így történt, oké, látom a valóságot, de ennek nem így kellene lennie, addig még panaszkodni fogunk, mert nem fogadtuk el még a helyzetet, lázadunk még ellene. Az elfogadás, a valódi elfogadás, ami nem feltétlenül egy belenyugvás, hogy akkor ezen már nem is tudunk változtatni, van olyan is persze. De hogy a valódi elfogadás az azt hiszem, hogy akkor történik meg. Szándékosan használom ezt, nincs erre valami stratégia, amivel ezt ki tudjuk munkálni magunkból, hogy most leülünk és elfogadjuk ezt a nehéz helyzetet, vagy ezt a bosszantó körülményt. Nem, ez megtörténik valahogy a lelkünkbe, valamikor rövidebb, valamikor hosszabb időre van szükségünk. Tehát a valódi elfogadás az, amikor feladom a harcot a valóság ellen. Tehát amikor már nem hadakozok tovább a valósággal. Amikor leteszem a fegyvert, és meghajlok valami olyan előtt, ami nálam magasabb rendű, vagy amin nem tudok változtatni, és ez egy valódi aktus, ez egy valódi lelki történés, mondom, amiben az akaratunk, a teljes lényünk benne van.
És ez a meghajlás, ez egy alázatot fejez ki. Tehát a panaszkodásnak nem csak a hála, hanem az alázat is. Az egész realitás, a körülöttünk lévő valóságnak a teljes és totális elfogadása. És nyilván ez nem könnyű. Egyáltalán nem könnyű. Vannak helyzetek, amikben hamarabb megtörténik. Azt hiszem, hogy minél nagyobb a veszteség, annál több időt igényel a feldolgozása, vagy annak a helyzetnek az elfogadása is. Adjunk is időt magunknak arra, hogy például egy gyászra. Minden veszteséget meg kell gyászolni. Nem szégyen ez, hanem ezt az érzést engedjük meg magunknak. Mert amikor valódi elfogadás történik, amikor én már nem lázadok többé a valóság ellen, akkor az azt jelenti, hogy valami a lelkemben megváltozott, és másként tudok tekinteni arra az adott életeseményre, mint előtte. Másként tudok tekinteni a veszteségre. Addig csak azt láttam benne, hogy ennek nem kellett volna megtörténnie. Most meg lehet, hogy meglátom azt, hogy minden okkal történik az életemben, és mindennek van valami értelme. És hogyha ebből a szemszögből tudom figyelni az életemet, vagy tudok rátekinteni egy eseményre, egy periódusra, akkor már mindjárt elkezd megszűnni a panaszkodás, mert akár azt is mondhatom, hogy ez még a javamat is szolgálhatja. Mondok egy egyszerű példát, nyilván ebből tudok kiindulni, amit én is átélek, és ugye mostanában a költözéssel járó feladatok voltak a homlok terembe, és az életemnek a nagy részét kitették. Erről egy pár előadással előbb beszéltem is, hogy igen, ezt nehéz volt elfogadni, és olyan érdekes, hogy megtörtént ez az elfogadás. És most már rendkívüli módon élvezem a vidéki életet, pedig még csak most kezdődött, kinézek az ablakon, és madárrajok ücsörögnek a fán a kertünkben, etetem is őket persze. És eddig is itt voltak ezek a csodák, vagy kimegyek a domboldalra, és rálátok az egész falura, vagy egyszerűen csak beleszippantok ebbe a csöndbe, ami itt van. Tehát, hogy annyi csoda van egy ilyen helyen, hogy azt nem tudom felsorolni. Nagyon jó érzés. De ez nem volt az enyém, ez a béke, ez a hála, ez az öröm, ez nem, egyszerűen nem tudott megfogadni a lelkemben, amíg csak azt láttam, hogy dobozok, meg feladatok, meg hú, hogyan lesz ez, és miként lesz ez, és hogy nem halad, és hogy hú, mennyi idő lesz, még mire megcsinálom a fatárolót, meg a garást, stb. És amikor elfogadtam, nekem azt kellett elfogadni ebben, csak tudom, hogy nagyon sok mindenkinek ez probléma, csak más-más életszituációban, hogy nem megy egyről a kettőre. Nem megy egyről a kettőre, lépésről lépésre. És amikor én ebbe belenyugodtam, elfogadtam, akkor jöttem rá, hogy ez milyen sok mindenre meg fog engem tanítani. Bele fogok tanulni egy kicsit a kemenceépítésbe, az asztaloskodásba, a tető szerkezetet kell majd cserélni, az ácsmunkába, a barkácsolásba, a kerítésépítésbe, tehát, hogy nagyon komolyan gyakorlati életre nevel, és nagyon örülök neki most már, hogy ezek a kihívások előttem állnak, amikor majd itt lesz az ideje, megcsináljuk azt a munkafeladatot, amikor majd egy másik jön, akkor az a fázis jön, a levendula telepítés, majd mindennek megvan a maga ideje, de ezt el kellett fogadni, hogy mindennek megvan a maga ideje. Ez számomra rendkívül nehéz volt, időbe telt, de azóta nem panaszkodok. Se magamnak, se a feleségemnek. Szóval, és ez, hogy nem panaszkodok, ez egy óriási békét jelent. Ez egy óriási békét jelent. Úgyhogy én idáig akartam most eljutni, nem is szaporítanám tovább a szót. Én ezt kívánom tényleg nektek szívem mélyéből, hogy bármilyen élethelyzetben vagytok. Valószínűleg, akik néztek és követitek ezt a sorozatot, vannak, akik most nagyon nehéz élethelyzetben vannak, akik kevésbé, de mindannyiótoknak, mindannyiunknak vannak nehézségei. De próbáljátok meg a fegyvert letenni. A fegyver az a saját akaratunk egyébként. Azt, hogy az ne lázadjon. Azt valahogyan le kell tenni, le kell győzni. Most született meg bennem a gondolat, hogy
hát erről muszáj beszélni. Úgyhogy akkor a következő alkalommal, hogy hogyan győzhetünk mi a saját rossz akaratunk felett, tehát hogyan használhatjuk jól az akaratunkat, akkor erről lenne szó. Akkor is várlak titeket sok szeretettel, addig is szép napokat nektek, sziasztok!